Hopefully go. Valamiért visszaküldtek minket ebbe a gyönyörű épületbe, és még semmit nem mondtak, hogy miért csinálták az egészet, szóval kíváncsian várjuk a fejleményeket. A gépünk végül is csak egy órát késett, szóval nem volt olyan komoly dolog, mint amilyennek tűnt, de elég furcsa volt, hogy már ott álltunk a gép ajtajában, és onnan küldtek vissza minket az épületbe. Sajnos így elég későn érkeztünk Alicantéba, így már nem volt mit nézni a városon, de hamar felvettük a spanyol mentalitást, és körülbelül 11:30-kor vacsoráztunk. Szóval számunkra a mai napnak vége, holnap még fel kell fedeznünk egy kicsit Alicantét, a Mercado Centralt, elmegyünk Benidormba, szóval majd holnap. Ha Alicantéban jártok, Benidormba mindenképpen érdemes eljutni. A nem hétköznapi kinézetű vonatot, a tremet ajánlom erre a célra, amely gyorsabb, mint a busz, és a part mentén halad végig vasútvonal, tehát utazás közben gyönyörködhetünk a kilátásban is. A retúrjegy szerencsére nem kerül többe 7 eurónál, és körülbelül 1 óra alatt ott is vagyunk Benidormban. Szerencsére minden kocsiban ki van írva a következő megálló és település, Benidorm híres strandjaihoz a 3. megálló van a legközelebb.
hogy bejöttünk egy kicsit szélcsendesebb helyre, most tudok beszélni egy kicsit a környékről. Szóval Benidormban vagyunk, amit, mint már mondtam, a mediterrán Dubájnak is neveznek, és több mint 300 felhőkarcoló található itt egy városban. Egyedül Londonban és Milánóban van ennél is több felhőkarcoló Európán belül. Benidorm egy nagyon nyugodt város, rengeteg külföldivel és még több idős emberrel. Ez egyszerűen a paradicsom számukra. Rengetegen töltik itt a nyugdíjas éveiket, és egész évben strandolnak, mert szerencsére elég jó az idő. Nincs igazán ilyen, hogy tél, ősz, tavasz, leginkább nyár most. Egy olyan 20-23 fok lehet, szóval most már kezd melegedni az idő, de mondhatjuk, hogy egész évben jó az idő. És most meg fogjuk próbálni majd a paella mixet. Ha ha ha.